Köszöntöm nézőinket, mai vendégünk, illetve mi vagyunk vendégségben, Sebestyén István, a népművészet mestere mesemondónál, Kakasdon vendégségben vagyunk nála, nyugodtan mondhatnánk így is, és köszönjük szépen ezt a fajta fogadtatást, egy nagyon kellemes környezet várt itt minket, és félig a szabadban, félig a teraszon ülünk, és beszélgetünk, nagyon sok emlék közepette, de ennél sokkal-sokkal több van, csak picit az időnk ez kevés lenne. Beszéljünk először arról, hogy én úgy tudom, hogy ez a Hálaadás című kis kötet, ez 2017-ben került kiadásra. Hogy kell ezt érteni? Mit jelent ebben az értelemben a könyv tekintetében a hálaadás? A hálaadás a tulajdonképpen onnan jött, és az ötlet is onnan jött, hogy 80 éve telepítették haza bukovinai székeket, akkor, amikor ez a könyves lemez megjelent. És gondoltam, hogy valami emléket kellene állítani a székelyeknek, és onnan jött az ötlet, hogy hálaadás a harangszóval kezdődik, a imára hívó harangszóval, és harangszóval is zárul. És gondoltam, hogy egy-két családi történetet is megírok benne, és azokat is tartalmazza. És a mai kor követelménye már, hogy egy CD lemez is társul hozzá, tehát a hangja eredeti hangban Igen. hallható, és olvasható is a versek olvashatóak. Valamikor, nagyon régen mondhatjuk így, és tizedi gyermekként született meg bukovinai székely családban, és van itt egy nagyon-nagyon szép kép. Amikor kezembe vettem az imént, akkor azt mondom, igen, ez az emberpár, ugye ez a szülei lehetnek valószínűleg, és hogy két embert ábrázol, és én azt mondta, hogy de ott van egy harmadik is, és keressen meg. Volt egy sejtésem, hogy ön itt van, de az édesanyja szíve alatt akkor még. Igen, valóban ez így van. Tehát itt valamikor ilyen ruhába jártak, mint ahogy Bukovinába jártak, mikor ide lettek telepítve a székek, ugyanúgy öltözködtek, ugyanazok a szokások voltak, ugyanazokat az ételeket fogyasztották, ugyanúgy megvolt a kapcsolata a székely közösséggel, esténként nálunk összejártak, mert édesapámnak nagyon finom katarka borocskája volt. És nálunk mindig telt ház, mint a komád, öj, Anti, emlékszel-e, mi volt Bukovinábos? Mekkora nyulakot üttünk meg a pityókaföldön, stb. Mennyi faszolika termet, és mi ilyen állál a fülekkel hallgattuk. És nekem nem kellett elmennem gyűjteni székelyföldre, vagy mint egyesek elmennek, hogy tanulják meg azt a nyelvezetet, vagy azok a szokásokat, mert én már szívtam gyermekkorban magamba a szüleim által és a székely közösség által ezeket a dolgokat. Úgyhogy nálunk nagy beszéd volt esténként, székelyasszonyok ugye egy-két pohár után megerett a nyelvik a borocskától, édesapám elnevezte őket kontyos rádióknak. Mert azt mondta, hogy se konnektor, se dugós, még ez szól a rádió. És tehát ez volt nálunk, hogy mindig beszélgettek, és mi, hát nekünk nem volt szabad beleszólni, mert az a felnőttek dolga, mi csak hallgatkoztunk. És én akkor nem tudtam még, hogy ez mind arany, amit gyermekkorban hallunk és kapunk. Tehát, és édesapám olyan tréfás székely ember volt. Édesanyám egy gyönyörű hangú asszony volt, úgyhogy állandóan énekeltünk itthon. Mi még altatokkal aludtunk el, ugye? És akkor azt mondják, hogy van a beszélt anyanyelv és a zenei anyanyelv. Na most a mai gyermek, aki nem tud énekelni, az azért nem tud énekelni, mint ahogy nem tanítják meg beszélni, akkor nem tud beszélni, ha nem énekelnek, akkor nem tanul meg énekelni is, nem alakul ki a zenei hallása. A régen mindenki énekelt, azért tudott mindenki énekelni. Mert nálunk is akár születésnap, akár névnap, akár milyen búcsú, hát zengett a ház. Mindenkinek el kellett a kedvenc dalát vagy énekét énekelni, és akkor így mentünk tovább. Édesanyja, édesapa, a legnagyobb testvérnek mi a kedvenc nótája, a következőnek, és ez így ment, és állandóan énekeltünk, állandóan. A búza mezőben háromféle virág, a legelső virág a szép búza virág.
A második virág, a szép szőlővirág, a harmadik virág, a szép szegfűvirág. Felele nékiek, a szép búzavirág, szebb vagyok, s jó vagyok, annyival nálad. A gyermekkor ugye nagyon-nagyon meghatározó, mint ahogy itt ön említi is, viszont tizedik gyermekként élni egy családban milyen érzés? Kényeztetik, mindenki a kedvét keresi, mert a legkisebb, vagy mi volt a szokás önöknél? Régen mindig a nagymama, vagyis a nannyóka, mi úgy hittük, hogy nannyóka, édesanyjának az édesanyja, ő volt mindig itthon a kisebb gyermekekvel, és mert a mezőn kellett dolgozni. Tehát a nagyobb gyermekek is mentek a mezőre dolgozni, és mindenkinek megvolt a feladata. Tehát nagyobb gyermeknek nagyobb feladat, nagyobb felelősség, kisebb gyermeknek kisebb feladat, kisebb felelősség. Tehát mi mindig kellett dolgoznunk az állatok körül, takarítás mindig, mindenkinek megvolt a maga dolga. És rend volt mindenhol. Tehát törekedtek arra régen, arra, hogy mindenhol rend legyen. És ma a világban azért nincs rend, mert nincs rend a fejekbe. Ugye én azt szoktam mondani, előbb a fejekbe kellene rendet rakni, hogy a világ rendben legyen. Ez a káosz, ami a világban, ez mind attól van, mert a fejekben sajnos nincsen rend. És régen ez megvolt. Valahogy ösztönösen tudták az öregjeink, hogy mi a jó és mi a rossz. Ma meg mindenre rátelepszik a tudomány. Ugye aztán azon veszük észre, aztán mégsem működik. Hol volt az a vízválasztó, amikor már előadásokra meghívták, rendezvényekre mesét mondani, énekelni? Hány éves volt akkor? Mert ugye híre elterjedt bizonyára a családi körben, esetleg a szomszédokban, a faluban, de akkor komolyan hívták. Érdekes dolog, én még a Salamander cégnél dolgoztam, és már akkor mondták nekem, úgy becéztek, hogy Sebi, te nem ide való vagy. És mindig így körbevettek az emberek, és hallgatták a poénokat, amiket mesélek, meg minden. És valahogy mindig lecsúsztam ilyen mesemondó versenyektől. Ennek az előzménye az, hogy látta tévén mesélni embereket. És ezt se jól mondta, azt se jól mondta, ezt is másképp kellene mondani, azt is lehet jobban mondani. És gondoltam magamon, mit kritizálsz. El kell menni, és meg kell mutatni, hogy kell ezt csinálni. És egy ilyen verset elcsíptem, ez Sombereken volt, ez a Sebestyén Ádám mesemondó verseny. Minden évben megrendezik, mindig egy székely faluba. Ez ön rokona volt a vezetéknév alapján? A Sebestyén Ádám? Uh-huh. Ez keresztapám volt. Uh-huh. Kakasdon, a Sebestyén az nagyon sok van. Kakasdon, aki nem Sebestyén, az Fábián. Tehát vagy Sebestyén, vagy Fábián. És tehát elcsíptem egy ilyen mesemondó versenyt, és gondoltam, hogy egy olyan mese bevezetővel kezdek, amit édesapámtól tanultunk mi, gyermekek, aki még Bukovinában tanulta, Zsálc János bátor, ő is egy híres mesemondó volt, ezt a tréfás bevezetőt, és akkor az öreg dr. Mántoki Laci bácsi zsűri elnöke ott ült, és mondom a szemek közé, hogy hol volt, s hol nem volt, hetet hét országon innács az évek hegyeken túl, de még azon est túl, ahol a tetűcsa bólhát részpatkóba verik, hogyha a hátod gerincéjén mászik, meg ne botorkádzék, volt egy nagy fa. És ennek a fának 99 ága, és 99 ágán 99 varjú, és a tövében megkötve 99 bakkecske. És ez a 99 varjú válja ki a szemét, és az a 99 bakkecske annak, aki ezt a beszédet végig nem hallgassa. És akkor dr. Mántoki Laci bácsinak kiduvadtak a szemei, gondoltam magában, a hadd el István, mert visszaadom ezt neked,
Megvolt a mesemondó verseny, kiosztották a díjat, elmondta a gyönyörű szép zárszavát Laci bátyám, és felén fordulva megszólalt. És Sebestyén István az intézem szavaim, aki oly bátran kezdte el a beszédjét, hadd fejezzem be én is olyan bátran, felén fordul, és azt mondja, na Istvánkám, ez így volt, s mese volt, s kelemenke volt, s nyelved legyen rajta, fót, úgyhogy visszaadta a kölcsönt Laci bátyám. Hát én ezzel az útravalóval indultam neki a világnak, és ugye kezdetben csak versenyekre jártam, és érdekes módon soha nem kaptam se bronzot, se ezüstöt, csak kiváló aranyat, meg kiemelt nívó díjakat, meg ilyeneket kaptam, meg kétszeres Kárpát-medencei nagy díjat, országos nagy díjat, és akkor a dr. Ósvai Imre bácsi, amikor engem hallott Érdem, akkor félreívott is azt mondta, Istvánkám, hidd el, hogy a jó Isten ezt megadta neked, ezt a tudást. Neked nem kell menni sehová, te már kész vagy. Már mehetsz, és tessék műsorokat adni az embereknek. És akkor így adtak kézről kéz, akkor küldtek a budai fonóba, akkor a dr. Tari Lujz, amikor meghalott engem, mert ez egy bőti időszak volt, amikor ott voltam a fonóba, és gondoltam, hogy akkor nem ilyen ilyeneket énekelni, hanem akkor a székelyeink akkor már nem énekeltek ilyen vidám énekeket, hanem ilyen archaikus, népi imákat, meg énekeket énekeltek, és gondoltam, hogy egy olyan imával fogok kezdeni, amit még nagynyókától, aki 92 évet élt, gyermekkorban megtanított nekem, ezt a péntek imádságot, hogy péntek, péntek, szentmalasztos péntek, Krisztus menekényjára kényján esik esetje, ötmészséges szent halálos szentsebe. Orgonának három ága, magos mennynek hangossága. Nyisd kaput, arkangyal, mert én menyek úrszint látni, örök vendég fogadni, békességet szerzeni. Mert te megteremtetted az aranyházat, kűjjel aranyos, belül irgalmas. Négy szegiben négy aranykereszt, közepibe Szűz Mária, sírva szomorodva, könyvit hullassa. Úgy imádkozzatok, mert aki ezt az imádságot minden pénteken háromszor elmondja, úgy megüdvözül, mint az Úr Jézus Krisztus, ki érettünk meghalt a keresztfán. Amen. És erre rá tudtam építeni lehullott a Jézus vérét, egy népéneket, arra egy feltámadást, és akkor arra egy Mária éneket, és akkor utána Tari Lujza nagy duvat szemekvel nézett, azt mondta, István, engedje meg, hogy egy nyáron egy napot menjünk le el magához gyűjteni. Na és akkor lejöttek a férjével, 90 percnyi anyagot vettek föl minidiszkre, és így hívott meg mesterkurzust tartani Budapestre a Zeneakadémiára fiataloknak a bukvani székely kultúrájáról. Úgyhogy nagy kihívás volt nekem, de nagyon szép emlék. Igen. Hát ezt gondolom, menjünk egy picit tovább, itt az asztalon van egy nagyon régi kép, ez még egy ilyen igazi barna tónusú kép, csoportkép, rengetege vannak rajta, akik ők, zenészek, muzsikusok is itt lent láthatók, de milyen rendezvény vagy eseményhez köthető? Ez egy lakodalom, és édesapám, ha jól itt van édesapám, ő volt a gazda a lakodalomban. Igen. Tehát nem esett messze az almafájától, ugye? Tehát édesapám nagyon, nagyon jó gazda volt, és nagyon, ő egy ilyen ölelő ember volt, mindig tudott békíteni is, meg vidámítani is, meg édesapám, amit még halotti torba is hívták, hogy meséljen, és akkor ilyen, ami a halála kapcsolatos, megkacagtatta az embereket. Most el lehet képzelni, hogy egy nagy bánatban, amikor az emberek megfeledkeznek erről a bánatról, milyen gyógyír a léleknek. Tehát édesapám, itt vannak a rancok, ezek nagy részhúvos zenekar volt, Ranc Lajosék, ő is egy nagyon tréfás, csufondáros székely ember volt, valahol édesanyám is itt van, és a rokonok, tehát az ők székelyeim, tehát őtőlük nagyon sokat tanultam. Ez egy rokoni családi esküvő volt, vagy ismerős? Nem, rokoni, de most el lehet képzelni, hogy igen, valamiképpen az egész székesség egy rokonságban van, mert ez egy zárt közösség volt Bukovinába. Tehát mindenki valamilyen távoli rokonságban volt. Ott Bukovinában, igen.
Ez meg egy színes, már napjainkban készült felvétel. Ez pedig Kornis Péter, Kossuth Díjas fényképész csinálta. Én vagyok a Szent József, ez egy betlehemes kép. Budapesten voltunk a Néprajzi Múzeumban, és ott készült ez a kép. Igen, a betlehemes kép. Ez is ugye nemzeti kulturális örökség, ez a bukovinai betlehemes, igen. Szintén keretben egy másik nagyon szép kép, gyönyörű egyenruhás, huszár egyenruhás, úriember. Hát a székely huszár, igen, igen. Itt ez milyen alkalommal történt? Én nem is tudom, ott lent megtaláltuk az öltözővel az együttesnek, Sebestyén-Vám Székelytársulatnak, megvásárolták a szegediektől egy ilyen öltözékeket, és egyet így magamra húztam, és akkor ott az egyik hölgyöt lefényképezett, igen, ilyen székely huszárnak be vagyok öltöztetve. Van egy nagyon érdekes elismerés, Rockenbauer Zoltán Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától, a miniszter úrtól egy ilyen nagyon érdekes, igen, elismerő oklevél. Ez milyen alkalomból történt? Ez az történt, hogy ami már említett Fonóba, amikor énekeltem, akkor ők oda protezsáltak a várba, igen, augusztus 20-án, ott a Szent István szobor alatt volt egy nagy színpad, és felkértek, hogy énekeljek valamit, és egy nagyon szép háromárva balladát énekeltem, és abból az alkalomból kaptam ezt a másik, ami alatta van, nagyon-nagyon hasonló, igen, esetleg, ez is ugyanakkor történt? Igen, ugyanaz, igen, igen. Akkor történt. Kettő, és közben vannak díjak is, ugye a Népművészetmestere díj is itt található, illetve igen, egy másik díj, a Vas Lajos nagy díj, illetve egy Tolna megyei művészetét. Kezdjük ezzel, jó? Ez milyen alkalomból, vagy milyen elismerésnek számít? Ha jól tudom, ezt két évenként, vagy évente adják ki egy személynek, vagy nem, négy személynek, azt hiszem. Négy személynek. Mit kell érte tenni? Hát Tolna megyért, tehát kiemelkedő kulturáit, tehát én már akkor túl voltam néhány CD-n, megvolt akkor már a Serkeny lelkem, megvolt a Tréfás székelyfonó, és én itt a megyében nagyon sok rendezvényen fölléptem, és nagyon sokat szerepeltem, énekeltem, meséltem, és abból kifolyólag kaptam ezt a díjat. Ott a Vas Lajos díj, ebben a fekete tokban. Igen, a Vas Lajos díj, erre nagyon büszke vagyok, mert ha jól tudom, az első Vas Lajoson, amin voltam, ott valami 8000 résztvevő volt, és abból kaptam meg a nagy díjat. Gratulálok. Tehát ez egy ilyen három fordulós, tehát van a regionális, akkor országos középdöntő és a döntő. Igen. Tehát Kárpát-medencében mindenhonnan jönnek mind a kettő. Tehát kétszer is megkaptam. Kétszer is, igen, mind a kettő. Igen. Hát gratulálunk még egyszer utólag is a két díjhoz kétszer. És a Népművészetmestere díj, az melyik lenne itt? Igen, hát ez a Népművészetmestere. És ez 2014-ben, igen, Orbán, igen, Viktor miniszterelnöktől kapta ezt a nagyon komoly elismerést. Mit jelent egy ilyen elismerés? Ez megkoronázása az egész életének, munkásságának? Tovább lendít, egy elég megelégedettség érzeted, ott hogy élt ezt meg? Nem is megelégedettség, hanem inkább, tehát ez sarkalja az embert, hogy minél többet, minél többet. Én amúgy is alapból már ilyen vagyok, tehát mindig tovább, egyetlépni, na még valamit csinálni. Tehát nem szabad leragadni. Sőt, az ember elér egy szintet, akkor már úgy van vele, hogy akkor már olyan tudással rendelkezik, hogy abból már lehet tovább lépni. Tehát most mint említettem, egy színpadi műn dolgozom, ez a bukovinai székely lakodalma, szeretnénk színpadra tervezni a barátaimmal, és most ezen dolgozom. Igen, itt van, pont ezt az énekgyűjteményt szerettem volna. Ezt Sebestyén Ádám keresztapámtól, aki néprajzgyűjtő, és összegyűjtött a bukovinai székelyeknek a kultúráját. Na most annak a kéziratait én megkaptam ajándékba, és pont az van leírva a bukovinai székely lakodalmas. Hát természetesen ez nem ugyanígy lesz, ahogy itt le van írva, hanem lesz még hozzátéve, elvéve, tehát ahogy majd a színpad majd adja magát, ugye. Igen.
Igen, nagyon szép, érdekes szép írása van neki, a cirázott betűk. Igen, Bukoni székely énekekkel tűzdelve, igen. Mennyasszony felrakása, igen, kikérése, igen, kikérése, mennyasszony elbúcsúztatása, igen, nyebek. Igen, igen. Tehát nagyon érdekes, tényleg is nagyon értékes. Ugye elbúcsúztatták az édesanyjától, az édesapjától, a testvéreitől, a szomszédoktól, a barátoktól. Akkor ezek is most feladata önnek ezzel. Igen. Van egy hasonló könyves lemezünk, ez a Zenga lélek, igen, amit a kakasdiakkal csináltunk a népdalkörrel, nagyon jó sikerült, és abban is van ilyen lakodalmas blokk. Uh-huh. Igen. Kakasdom mióta tetszik élni? Én Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem, ezt mondják, és én mióta élek, azóta itt Kakasdon lakom. Kakasdon. Ez a szülői ház. Ez a szülői ház. Úgyhogy itt tele volt állatokkal, itt volt tehén, volt ló, volt disznó, kacsa, mert önfenntartók voltak régen az emberek. Tehát a boltból még kenyeret se vett édesanyám, édesapám rakott egy kemencét, amit a székely úgy hívtak, hogy kuttor, és minden héten édesanyám kenyeret sütött. Volt kenyé, volt tej, volt tej, volt aludtej, volt vaj, volt túró, minden volt. Minden, tehát éppen ott csak ruházatot, de hát az is olyan, hogy amit a nagygyermek kinőtt, azt adták tovább a másik gyermeknek, de régen nem volt eldobálás, meg ilyesmi, tehát mindent meg kellett becsülni. A világnak sokat ad. Azt ugye tudjuk már sok mindenből. Esetleg családon belül sikerül-e valaki felé átörökíteni ezt a fajta értékes tehetséget, hagyományt? Családon belül úgy képzelje, hogy az összes testvérem tud énekelni. Sőt, azt mondanám, hogy álljanak ki a színpadon, mondjanak egy mesét, biztos, hogy egy mesét el tudnának mondani. Mindegyik. De viszont én nagyon sok gyermeket készítettem már, és felnőttet is mesemondó versenyre, és ezek a felnőttek és gyerekek, ezek mind díjjal mentek hozzá. Tehát vagy első díjjal, vagy kiemelt aranydíjjal. Sőt, volt olyan fiatal ember, aki járt ki hozzám, és annyira megtetszett az előadói művészet, hogy elhatározta, hogy elmegy színészi pályára. Milyen érdekes dolog. Aztán olyan is volt, hogy gyermek odajött hozzám, és kérdezte, hogy István bácsi, mit csináljak én, hogy olyan előadó legyek, mint maga? És mondtam, édesfiam, olvassál sokat, ne csak irodalmat, hanem verseket is, hallgassál komoly zenét, hallgassál népzenét, és akkor ilyen lógó fejjel így elment a gyerek, később aztán megtudtam, hogy hát testépítő lett belőle, de nem baj, ilyennek is lenni kell. Beszéltünk arról nem olyan régen, hogy ezen sokat dolgozik, ezen a gyűjteményen, és ez a következő időszakot jelölheti. Van-e most pont olyan meghívása, amire készül, esetleg itt a nyár, is vannak ünnepek nyár vége felé? Most jöttem haza Szerbiából, Adáról. Ott volt egy nagyon jó, két fellépésem is volt, egyik a színházban, a színpadon, és másik pedig a díszvacsorán, és ott nagyon érdekes, mert megkértek, hogy meséljek édesapámról is. És elmesélt, hogy milyen tréfás ember volt édesapám, hogy nem olyan kiolvasókat tanított, hogy egy perc kimehetsz, holnap után bejöttsz, hanem olyat, hogy 1, 2, 3, 4, Tótól, Lupuj, hová mégy, Debrecenbe, Széná, ét, Szénát adom lovamnak, lovam nekem ganyét ad, ganyét adom földemnek, földem nekem búzát adom Molnárnak, Molnár nekem lisztet adom Péknek, Pék nekem cipót adom Koldusnak, Koldus nekem botot ad, úgy megverem Gínát, hogy mind le a színát. Tehát ezek a tréfákat elmondtam, ezeket a családtörténeteket, tehát mi állandóan kacagtunk, tehát édesapám igyekezett mindenkit megkacagtatni, és most majd Bajára készülök, Bajára hívtak legközelebb, tehát ott nyár folyamán? Igen, Bajára megyek. Elérkeztünk a beszélgetésünk csúcspontjához, egy mesét ígért nekünk valamennyiünknek, halljuk.
Igen, a Szegény ember bőrpuskája könyves lemezemről egy rövidke kis szösszemetet. Volt egyszer valamikor egy szegény özvegyasszony, és annak volt egy erős szép leánya. Ez az első bálba készült, és mondja neki az édesanyja, hogy hallod-e, édes leánkám, elmehetsz a mulatságba, de az aranyfészkedre erős tügyelj, ha annak baja esik, vége életünknek. Ó, ne törődjön, édesanyám, mert én tudok vigyázni az aranyfészkemre. Na, a leán a mulatságba hamar eszejött egy huncut legénybe, és addig táncoltak, hogy kimelegedtek, és azt mondja a leán, jaj, menjünk ki egy cseppecs, pihenjünk meg, mert még az aranyfészkem esizzad. Jó van, menjünk ki. Kimentek, sétálgattak, és beszélgettek, és a legény a csűr felé csalogatta a leán. Na, addig, hogy azt mondja a legény, hallod-e, nekem aranymadarom van, és erős szeretné, ha beleültetném az aranyfészkedbe. Hát addig, hogy annyit játszogattak, hogy az aranymadár egyszerre csak kimúlt, megdöglött. Menjen haza éjféle után a leán nagy örömvel, énekelt úgy, hogy csengett a ház, kérdi az anyja, na édes leánkám, mivel volt a mulatság? Táncoltál-e sokat? Táncoltam bizony annyit, mondtam és a legénynek, menjünk is, szellőztessük meg az aranyfészket. Kies mentünk, neki meg az aranymadara izzadt meg. Beleültettük az aranymadarat az aranyfészekbe, mert oda kívánkozott. Elfehéredett a leányanyja, kapkodta a levegőt. Jaj, édes leánkám, hát ebből erős nagy baj lesz. Mit lenne baj, édesanyám? Sose busuljon, mert az aranymadár megdöglött, de az én fészkemnek semmi baja. Köszönjük Na, szépen. Ez egy pajzám volt. De nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon köszönjük, mert nagyon szépé tette ezt a műsort, meg szerintem a mai napunkat is, meg a lelkünket is, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt vendégeskedhettünk önnél. Nagyon szívesen. És hogyha adódik alkalom, akkor szívesen elmegyünk egy-egy műsorra előadó este, nagyszerű, ha úgy hozza az élet. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önök Sebesnyi István, a népművészet mesterét, mesemondót láthatták, hallhatták a közel fél órában. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra. Se beteg a szeretőm, beteg ágyba fekszik. Elmenjek hezzájos a beteg ágyához. Köszönöm, éldesem, hogy eddig szerettél. Arról sem tehetem, hogy imám megvettél. Nálamnál szebbeket, jobbakot kerestél. Nálamnál szebbeket, jobbakot szerettél. Adjon es az Isten szebbet, jobbat, mint én. Kivel a te szüved soha se nyugodjék. Mind éjjel, mind nappal könnyű beferedjék. Mind éjjel, mind nappal rólam bánkodozzék. Adjon es az Isten szebbet, jobbat, mint én. Kivel a te szüved soha se nyugodjék. Nálam a gyűrűje, más a szereteje, abból es kilátszik, hogy nem egy a szüve. Köszönöm, éldesem, hogy eddig szerettél, arról sem tehetem, hogy imám megvettél.